Jó estét kívánok, köszöntöm a közügynézőit. Ülésezett ma Debrecen város képviselőtestülete. Napirenden volt többek között a BMW gyár építése, a repülőtér fejlesztése és a nemzetközi iskola alapítása is. Tartalmas témákkal foglalkozott tehát a közgyűlés, lesz miről beszélni. Vendégeim a stúdióban Balázs Ákos, a Fidesz-KDNP frakció vezetője és Kőszegi Csanád Ádám, a Jobbik képviselőcsoportjának vezetője. Jó estét kívánok az uraknak. Szép estét. Jó estét kívánok. Hát ugye kezdjük is rögtön nyilván azzal a tematikával, ami a legtöbb nézőt érdekli, és gondolom, hogy ez a közgyűlésben sem volt másképp, azért a BMW gyár előkészítése az egy olyan tematika, amióta megtudtuk, hogy lesz BMW gyár, Debrecenben szerintem mindenkit foglalkoztat. Itt ugye egy hitelfelvétel fedezetének biztosításáról szól az előterjesztés, mert hogy az előkészítéshez hitelt kell felvenni a városnak, de innentől kezdve átadom a szót. Valóban ez egy rendkívül fontos előterjesztés a város szempontjából. Sőt, ennek a régiónak, amit Debrecen képvisel ma Magyarországon szempontjából, de mindenek előtt egy nagyon fontos dolgot kell elmondani, amiben azt gondolom egyet fogunk érteni, és egyet is értettünk, hogy vannak olyan ügyek Debrecenben, amelyekért az ellenzék és a városvezető párt össze tud fogni, és hát korábban volt erre egy nagyon jó példa, az Európa Kulturális Főváros program, ahol közösen adtunk egy nyilatkozatot, amelyben mindannyian fontosnak tartjuk ezt a célt, és dolgozunk is ezért a célért, és most van egy olyan másik ügy, amiben köszönjük, Fidesz frakció köszönni az ellenzéknek az együttműködést, hiszen nagyon sokáig ugye nem volt szabad erről, nem kellett, nem tett jót az ügyeknek, hogyha beszélünk róla, és természetesen polgármester úr vezetésével próbáltuk az ellenzéki pártokat információval ellátni, bevonni őket a folyamatokba, hogy értsék, lássák azt, hogy a cél érdekében hogyan érdemes itt óvatosan lépkedni előre. És ebben azt gondolom, hogy a teljes egyetértés megvolt, és ezt köszönjük, hiszen a város szempontjából ismét egységet tudtunk mutatni, és ez Debrecen. Tehát ha bárki irigykedve néz most Debrecenre, akkor azt is kell, hogy tudja, hogy bizonyos ügyekben itt képesek vagyunk összefogni, és ez nagyon örvendetes. Hát gondolom, hogy ez is kellett ahhoz, hogy sikeres legyen ez a projekt, de ugye akkor nyilván, ha már megszólítatott az ellenzék, akkor lehetőség van reagálásra. Valójában ugye ez már egy régóta zajló folyamat, amit komoly diszkréció kísért, és végül meg lett az eredménye. Hogy lehet ezt ellenzéki szempontból értékelni, ezt a befektetést? Ugye ebben nehéz belekötni nyilván, hogy ez... Igen, és ebben nem is szeretnénk. Legalábbis a Jobbik frakciója biztos nem szeretne, de hál' Istennek most úgy tűnik, hogy a többi ellenzéki párt sem köt bele. De ebben valóban kellett az is, hogy természetesen amúgy is örülnénk neki, de kellett az, hogy polgármester úr és a Fidesz frakciója tényleg partnerként tekintett ránk az elejétől kezdve. Tehát mi is hamarabb tudtunk erről a beruházásról, még amikor nem született meg a döntés. Titoktartási kötelezettség mellett természetesen, és ez sokat lendített a dolgon azért természetesen a mi szempontunkból is, hogy megbíznak bennünk, nem meg is tett az eredménye, hiszen nem is szivárgott ki a lehetséges beruházás, és ebben teljesen együttetűen támogatta a teljes közgyűlés, a polgármester urat és a városvezetést. Nagyon-nagyon örültünk, szóval én amikor megtudtam, pont külföldön voltam, amikor megtudtam, hogy bejelentették hivatalosan is, hogy Debrecen megnyerte ezt a beruházást, akkor én értem polgármester úrnak egy SMS-t, még nem csináltam ilyet sosem, az igazság. Mit tehet ilyenkor tényleg az ellenzék? Ugye van egy sikertörténet, nyilván mondjuk esetleg külső szemlélőként segíthet más aspektusból vizsgálatokat, tanácsokat tehet. Hogy lehet ezt hozzájárni egy ilyen ügyhöz? Hát az igazság, hogy vannak olyan dolgok, rengeteg olyan dolog van a városban, és amivel be lehet kötni, vagy ha nem is belekötni, legalábbis úgy hozzászólni, hogy konstruktív kritikával illetni, és javító szándékkal javaslatokat tenni. Ez most pont egy olyan dolog, ami nagyobb ennél. Szóval ez egy valóban hatalmas beruházás, rengeteg munkahely teremtéssel jár, rengeteg munkahely születik, sok hozzáadott érték ezen kívül is, tehát nem csak az 1000 ember, amelyik ott fog dolgozni, azoknak a családja, a beszállítók, a hozzákapcsolódó iparágak, szóval ez akkorát lendít a városon, hogy ebben nekem eszembe sem jutna belekötni. Hallatszott azért az elmúlt hetekben a sajtóban, sajnos volt egy pár ilyen próbálkozás, hogy megpróbálták megtámadni ezt a beruházást, ismeretes, hiszen erről egyébként volt szó a közgyűlésben is bizonyos szinten, hogy miért ilyen jó termőföldön lesz a gyár, hiszen kiváló minőségű termőföldeket nézett ki magának a BMW, és ez valóban egy jogos felvetés, de hogyha egy BMW azt mondja, hogy neki az a terület kell, akkor ezzel igazából Debrecen
nem tud vitatkozni, hiszen igazából Debrecen, teljes Debrecen is kisebb, mint egy BMW, és még így is megéri nekünk. De erről is szerintem majd beszélni fogunk, hogy ezt hogy fogja megoldani a város, így az önkormányzat, és ebben is teljes egyetértés volt. Még tudnék róla beszélni rengeteget egyébként, de még egy dolgot, hogy majd mondjak el, hiszen a nézőknek ez fontos lehet, mert elterjedt most a sajtóban több helyen, hogy igazából ez valami trükk és ingatlan spekuláció, hogy ott a Kismas, Nagymas környékén, Józsa mellett lesz ez a beruházás ezen a területen, hiszen sustrolják, hogy a déli ipari parkban ennek már készítik elő a területét. Ezt most direkt azért megkérdeztem polgármesterúrat a közgyűlésben is, hogy akkor szögezze le itt világosan, hogy ez nem igaz, és az eredetileg meghirdetett helyszínen fog megvalósulni a BMW gyár építése, és ezt polgármester úr feketén-fehéren kijelentette, hogy már pedig ott lesz. Tehát akkor szerintem ezt a témát remélem most már lezárja az országos média is, hiszen ez nem tesz jót Debrecen hírnevének, hogyha ilyeneket pletykálnak. Spekulációval gyanúsítják a várost. Akkor a helyszínt illetően ezt valóban lehet tisztázni, hogy valóban Kismas Nagymacs az eredeti helyszín, mint szó a déli ipari parkról. A másik kritika, ami szintén az ellenzéki sajtóban megjelent, az pedig a termőföld miatti elégedetlensége a gazdáknak, amire szintén van megoldása az önkormányzatnak. Szintén van megoldása az önkormányzatnak, ugyanis minden szereplőt, aki érintett ebben a beruházásban, partnerként tekint az önkormányzat, mint ahogy az ellenzékre is partnerként tekint a városvezetés, Fidesz frakció, ugyanúgy a városvezetés, amikor a beruházás előkészítését elkezdi, akkor azokra a gazdákra is, akik ezeket a földterületeket vagy tulajdonolják, vagy pedig bérlik a magyar államtól. És ebben az esetben már ez a munka elindult, ami egyrészt azt jelenti, hogy meg lesznek kérdezve, vagy már meg voltak bizonyos részük kérdezve, hogy mit szeretnének, hogyha kártalanítva lennének, vagy pedig kísérletítás útján kártalanítva, vagy egy megegyezés alapján, egy megvásárlással, vagy pedig csere területet szeretnének kapni. És jó része bizony ezeknek a gazdáknak továbbra is gazdálkodni szeretne, és ezért joggal merült fel a kérdés, hogy hol tudunk nekik jó minőségű, akár közel elhelyezkedő területet biztosítani. És erre két javaslaton az egyik előterjesztés, amit tárgyaltunk ma, ezzel foglalkozott. Az egyik az a jelenleg az AKSD tulajdonában lévő terület, a látóképi faiskola és környezete, így biztos sokan ismerik a városban. Ez egy 153 hektáros terület, és ennek a területnek a környezetében, illetve a gyár, leendő gyár környezetében vannak állami területek, ami szintén egy 147 hektáros nagyságú terület, amit most mi látunk, hogy rendelkezésre áll, és ez együtt már 300 hektár, ugye majdnem akkora terület, mint maga a gyár terület, az ugye 400 hektár. Gyakorlatilag ez lehetővé teszi, hogyha ezeket a területeket megvásároljuk, hogy azok a gazdák, akik továbbra is gazdálkodni szeretnének ugyan a területen, ahol eddig, akkor tudunk nekik jó minőségű földterületet cserébe biztosítani. Ezeknek az értéke is ugyanolyan? Tehát aranykoronában kifejezve ezek ugyanolyan minőségű? Hasonló minőségű, nem vagyok földszakértő, ez a közülésen is kiderült, de ezek mindegyik jó minőségű zsíros földek, ahogy szokták mondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó, vagy azt gondoljuk, hogy ez egy jó megoldás tud lenni. Úgyhogy az egyik előterjesztés erről szólt. Egyébként ezt már elmondtuk korábban, polgármester úr elmondta korábban, hogy a jó minőségű termőföld területeknek ez néhány százalék, 3-4%-át jelenti, amit most a gyár terület érint. Ez fontos kimondani, mert amikor messziről jött emberek nagyot mondanak a különböző sajtófelületeken, akkor ezeket valószínűleg nem tudják, vagy ha tudják, akkor is mélyen elhallgatják. De Debrecenben a mezőgazdaság az egy fontos ágazat, és senkinek nem célja az, hogy ez visszaszoruljon, úgyhogy ez egy jó megoldás tud lenni. Ugye a másik dolog ez a 44 milliárd forintos hitel, ami egy óriási összeg. Nem tudom, hogy ellenzéki szempontból egy ilyen összeget hogy lehet értelmezni, vagy ezzel kapcsolatban volt-e kérdés esetleg, hogy nincs a veszélye? Kérdés nem volt, hiszen szerintem a veszélyekkel mindannyian tisztában vagyunk, hogyha ebből valami hiba csúszna a történetbe, akkor ezt a hitelt nagyon nehezen tudná visszafizetni a város. A 44 milliárdot egyáltalán nem valószínűleg, de ennek a 80%-át az állam vállalja garanciaként, 20%-ot kell a városnak biztosítania, és erről volt egyébként az első napi rendi pontunk a közgyűlésben most, a Kölcsei Központot kell forgalomképessé tenni, tehát úgymond
eladhatóvá tenni, mert most nem az, úgyhogy bankgaranciaként szolgálhasson ennek a 20%, tehát a 44 milliárdnak a 20% részére, ez ilyen 8,89 milliárd forint. És igen, ez azért aggasztó, ha belegondol valaki, így akármelyik debreceni lakos, hogy ott egy költségi központ, és hogyha valami nem jön össze ebből a beruházásból, akkor adott esetben elvihetné a bank, mint valakinek, ami devizahiteleseknek a házát. De azért én erre túl nagy esélyt nem látok, azért BMW egy akkora cég, hogyha ő vállalja azt, hogy ha megvalósítja a város azt, tehát egyrészt megvásárolja ezeket a termőföldeket, átminősíti őket, kivonja őket a művelés alól, ami hírt, megint csak egy irdatlan összeg lesz, erről nem is tudom, hogy én nem tudom mennyi, de ez egy milliárdos tétel az is. Meg kell építeni hozzá a közúti csatlakozást, vasutat, közműveket, az összes infrastruktúrát, tehát ez az a nagyon sok pénz, de nyilván ez csak akkor fog megtörténni, hogyha már lesz valamilyen írásos nyoma annak, nem tudom, hogy mi van eddig a BMW-vel írásban megkötve, hogyha, tehát ha a BMW erre garanciát vállal, hogy ezt ki fogja fizetni. Másrészt a BMW-t is megértem, hogy nem akarja ezt előre kifizetni. Főleg, hogyha a városnak és Magyarországnak meg annyira érdeke, mint ahogy látszik, hogy mennyire örülünk mi itt ennek a beruházásnak, ezt megtehetik, hogy ezt így előfinanszíroztatják velünk. Ez az ára ennek. Kockázata gondolom valamennyi van, túl sokat nem látok, remélem nem lesz fel semmi baj. Na mekkora kockázata akkor van ennek? Pontosan erre akartam reflektálni, a kormány garanciát nagyon komolyan kell venni, hogy magyar kormány valami mögé odaáll, akkor ez rendkívül fontos dolog kell, hogy legyen. De ilyen mértékű kormány garancia egy város esetében még soha nem volt Magyarországon, és ez a beruházás GDP-ben mérhető, a magyar GDP-hez 2-3%-ot mondanak most, hogy ennyit fog hozzátenni. Tehát egy nagyon komoly dologról van szó. Egyedül azért nem lehet 100%-os a kormány garancia, mert uniós szabályok ezt gyakorlatilag ebben a 5%-ban határozzák meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez jelképes dolog én is, hogy mögé kell tennünk a költségi központot. De megtesszük, és a terület előkészítés megtörténik, és a BMW pedig meg fogja vásárolni a területet, és ezt az összeget a város visszakapja. És ennek kapcsán nagyon fontos azt elmondani, hogy nagyon komoly munka az, ami előttünk áll. Nagyon komoly feladatot jelent majd magának a hivatalnak, és mindenkinek, aki ebben a városban él, és részt fog venni már magában a terület előkészítésében is. Úgyhogy most egy nagy levegőt kell venni, hiszen eddig is nagyon komoly munka folyt, és ezután pedig nagyon komolyan ezt a területet elő kell készíteni, hogy a gyár minél hamarabb fel tudjon épülni. Ugye azt is tudjuk, hogy 20 éve nem épített gyárat a BMW Németországon kívül, tehát ez az ő szándékaikat is nagyon komolyan jelzi. És hát, hogy milyen munka folyt eddig, én néhány szót arról is mondanék, hiszen aki Magyarországon él, vagy a környezetünkben, az úgy felkapta a fejét, hogy Debrecen, vagy miért Debrecen, és nagyon sokan ilyen egyszerű magyarázatot találnak erre, de mi azt gondoljuk, hogy az a munka, amit a városvezetés, meg mindenki, aki tényleg hozzátett ahhoz ebben a városban, hogy most erről tudjunk beszélni, azok mind köszönetet érdemelnek, de ezt a közgyűlésen is hangsúlyoztuk, hogy olyan döntéseket hoztunk korábban, amik oda vezettek, hogy mellettünk dönthettek. És ebben az egyik ilyen volt, amikor talán 3 évvel ezelőtt létrehoztuk a EDC-t, ugye a gazdaságfejlesztő cégünket. Ugye van Debrecenben egy olyan cég, aki beazonosítható, tudja egy befektető rögtön, hogy kit kell keresni, tárgyalóképes információi vannak, és segíti az ő tájékozódását Debrecenben. Van egy repülőterünk, egy nemzetközi repülőterünk. Ugye ilyenkor nagyon kevesen emlékeznek arra vissza, hogy a város hosszú éveken keresztül nagyon komoly összegeket fordított arra, hogy ez a repülőtér életben maradjon, sőt még a területet is mi megvettük, nem kaptuk a magyar államtól, magát a repülőteret megvásároltuk. És akkor bizony nagyon kevesen hittek abba, hogy ez a sok pénz, amit erre költünk, az valaha meg fog térülni. Döntött arról korábban a közgyűlés, hogy a debreceni város, hogy azt a forrást, amit a kormányzattól kap, abból nemzetközi iskolát akar építeni. Csak a Debrecennek jutott eszébe, hogy nemzetközi iskola kell ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket, hogy régióközpont tudjunk lenni, és ebben polgármester úr szerepét rendkívül módon szeretnénk kiemelni, aki útrője volt ennek a harcosa ennek a dolognak.
A maga a debreceni oktatás rendkívül jó hírű. Itt is mindenkit szeretnénk megdicsérni, aki debreceni oktatásban a óvodától egészen a egyetemig részt vesz. Egyetemünk van. Irodaházat fejlesztünk, ugye szükséges a fejlesztés az, hogy legyen modern A-kategóriás irodaház Debrecenben. Szakképzésünk megújult, a debreceni szakképzőcentrum az egyik legjobb az országban mindenféle mutatót tekintve. Úgyhogy ha mindezeket sorba vesszük, akkor igen komoly munka folyt az elmúlt időszakban, és mi úgy gondoljuk, hogy ezek nagyban hozzásegítették a BMW-t abban, hogy Debrecen mellett döntsön. Hát akkor ennek mentén mennénk tovább, mert ugye pont a repülőtérre kapcsolatban is volt egy erőterjesztés, ugye említette az imént frakcióvezető úr, hogy már így is investált a város jócskán a repülőtérbe, most pedig az a szándék, hogy többségi tulajdonos legyen, mert hogy tovább kell fejleszteni, és szerencsére azért, mert igény van a repülőtérre, folyamatosan nő az utasszám. Folyamatosan nő az utasszám, és azok a kilátások, hogy itt a 2020 után akár elérhetjük az 1 milliós utasszámot is, ami nagyon komoly eredmény ennek a régiónak. És ahhoz, hogy ide el tudjunk jutni, nagyon sok fejlesztést kell a közeljövőben elvégezni a repülőtéren. Ugye több járat indul, és azok a befektetők, akik egyébként megjelentek, és a BMW mellett azért említsük meg a ThyssenKrupp-ot, a Krones-t, a Continentalt, akik szintén itt vannak, vagy az FAG, aki nagyon sokat fejleszt, és akkor a németországi járatok fontossága ugye milyen más megvilágításba kerül. Tehát lényeg az, hogy nagyon sok fejlesztésre van szükség, és hát ebben polgármester úr egyedül dönthetne, de az volt a üzenet a közgyűlés vagy a város felé, hogy ezt közösen hozzuk meg ezt a döntést, és gyakorlatilag többségi tulajdont, üzletrészt akarunk vásárolni az üzemeltető cégben, pontosan azért, hogy azokat az állami forrásokat, vagy önkormányzati forrásokat, amit a repülőtér fejlesztésére fordítunk a következő években, azt többségi önkormányzati tulajdonban legyen. Repülőtérfejlesztés kapcsán volt hozzászólás? Azért ebből volt egy kisebb vita, nem arról volt szó igazából, hogy nem az volt a probléma, hogy most meg akarjuk szerezni, a város meg akarja szerezni a repülőtér üzemeltetését, hiszen ezzel én magam is egyetértek, és egy ilyen stratégiai kérdés, hogy a város kezében legyen egy ilyen fontos ágazat, mint a polgári repülés, vagy akár a repülés üzemeltetése. Igazából arról volt szó, hogy nem volt egészen kifejtve véleményünk szerint az előterjesztés, annyi szerepelt benne, hogy a polgármester úr ajánlatot tesz maximum 5 millió forint értékben a repülőtér üzemeltetését végző cég egy 50%-os tulajdon részére, hiszen eddig is egy része a vagyonkezelőn keresztül a Debrecen városának a tulajdonában van az üzemeltető cégnek, viszont ezt a képviselők most nem láthatták igazából, hogy ez cég milyen állapotban van, milyen adósságai vannak, milyen befektetések történtek az előző tulajdonos, vagy a jelenlegi tulajdonos, vagy többségi tulajdonos részéről, és erre kértük polgármester urat, hogy a következő közgyűlésre erről bővebb információkat kapjunk. Ettől függetlenül természetesen jól esik meg, jó érzés az, hogy bár megtehetné polgármester úr, hogy ezt egy személyben eldönti, és ezt a közgyűlés elé hozza, szóval ennek kifejezetten örülünk, viszont ha már a közgyűlés elé kerül az ügy, akkor szeretnénk tisztán látni abban, hogy mi az, amit megveszünk. Tehát lehet, hogy most csak 3 millió forintot fizetünk érte, de ha közben utána több milliárd forintot kell rákölteni akár a város pénzéből, azt is szeretnénk tudni. Nem biztos, hogy nem éri meg akkor sem, viszont szeretnénk látni előre ezt a dolgot. Ezzel kapcsolatban volt megnyugtató válasz? Abszolút, teljesen jogos egyébként a felvetés. Éppen ezért ilyen két lépcsőben érkezik maga ez a konstrukció. Először most a szándékról döntött a közgyűlés, és a polgármester úr alá tett ígéretet, hogy a szeptemberi közgyűlésre addig elkészülnek az anyagok, akkor már minden ilyen információ tartalmazó előterjesztés meg tud érkezni, és akkor teljes lesz az információ mindenki számára. Mi a szándék a repülőtérre? Tehát ez mondjuk mennyire lehet reális cél, hogy 1 millió utas legyen? Hogyha 1 millió utas lesz, akkor nyilván a jelenlegi állapotában nem maradhat. Tehát ott fejleszteni kell terminált, kifutópályát, gondolom mindent. Ilyen szempontból mennyire lehet, vagy kell előre tervezni, és hogy állunk ebben a folyamatban? Hát ez a háttérmunka már elindult, hogy milyen fejlesztésekre lesz szükség, de ahogy ön is mondta, gyakorlatilag majdnem minden részét, elemét, kifutópályától kezdve a jelzőrendszereken át fejleszteni kell a repülőteret.
De hogyha mondjuk 5-6 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy ebbe az évben akár elérhetjük a 700 ezeres utasszámot, és akkor valószínűleg nem hitte volna el. Tehát ha innen nézzük, akkor nem lehetetlen az 1 millió utasszám, és azért a régióban vagy Kelet-Európában van olyan város, ahol tudnak hozni 1 milliós utasszámot. Úgyhogy ez nem lehetetlen küldetés, és ezek a fejlesztések, amik történnek Debrecenben, iparfejlesztések, és ezek a szinergiájával alapján összeadódnak, és gyakorlatilag minden ágazathoz kapcsolódnak ezek, akár a repülőtér fejlesztés is, hiszen valószínűleg, ha sok német szakember fog dolgozni a városban, akkor az a német járatokat erősíti, hogyha Debrecen fejlődik, jó szolgáltatásokat nyújt, érdekes lesz, fürdőfejlesztés, turisztikai fejlesztések, amik még lesznek, akkor egyre több turista fog érkezni, és akkor ez így szépen erősíti egymást. Rengeteg diák tanul itt, külföldi diák, akkor az ő szüleik is esetleg ellátogatnak Debrecenbe, aztán még vissza is jöhetnek később. Tehát ez húzza egymást tulajdonképpen mindegyik, és ilyen szempontból mi egy érdekes helyzetben vagyunk, mert a Győrben is van egy nagy autógyár, meg Kecskeméten is van egy nagy autógyár, de azt kell látni, hogy itt Budapest mind a két helyszínről fél óra, egy órán belül, attól függ, milyen a forgalom, el lehet érni a nagyvárost. Debrecen azért két óra hosszára van Budapesttől, és azért itt helyben kell olyan szolgáltatásokat nyújtani, amik minőségek, amik fontosak, és a repülőtér akár ugye annyi idő alatt, mint Budapesten el tudunk menni, el lehet jutni messzebbre, vagy akár messzebből is el lehet jutni Debrecenbe. Tehát ha ezeket az összefüggéseket is vizsgáljuk, akkor a repülőtér az igencsak egy komoly helyszín fejlesztési perspektíva Debrecen szempontjából. Reptérügyben még hozzászólni való? Szerintem ezt átbeszéltük. Nagyon fontos a repülőtér. Annak külön örülünk persze, hogy nem csak ide fognak várhatóan, ide érkezik majd több turista a jövőben, hanem majd látjuk, hogy folyamatosan indulnak be a Debrecenből is a külföldre vezető járatok, akár Barcelonában, nem is tudom felsorolni már hány helyre megy, és remélem, hogy minél több utas fog, és én abban is reménykedem, hogy minél több debreceni és Debrecen környéki magyar tud majd külföldre kirándulni. Nekem ez talán még fontosabb, mint hogy Debrecenbe jönnek. Nyilván ez is fontos, hogy itt jó legyen a turizmus, de hogy azt azért tudjuk, hogy sok magyarnak az utóbbi években, évtizedekben nem sok pénze, nem volt pénze arra, hogy elmenjen kirándulni, akár a Balatonon sem. Ezek a repülőjegyek viszont, amik Debrecenből elérhetőek, kaphatóak, gyakran olcsóbbak, mint egy volna egy Pestre. Kevés időnk maradt, de még a nemzetközi iskoláról mindenképpen beszéljünk, már csak azért is, mert megemlítettük ugye a BMW gyár kapcsán, mint előfeltétel. Másrészt, mert holnap alapkőletétele lesz magának az épületnek, ma viszont magáról az iskola alapításáról és az igazgató személyéről döntött a közgyűlés. Valóban sok döntést hoztunk már az iskola építésével, létrehozásával kapcsolatosan, de az a pillanat, amikor magát az iskolát megalapítjuk, az most jött el. És hát az öreg János urat bíztuk meg, azzal bízta meg a közgyűlés, hogy legyen ennek az iskolának az igazgatója. Megvan ennek a nemzetközi IB rendszerben működő iskolának az a menetrendje, hogy mit, hogy, mikor kell megtenni, és hát most jött el ez a pillanat, hogy a iskolát megalapítottuk, holnap meg lesz az alapkőletétel. Nekünk egyébként meggyőződésünk, hogy az elmúlt 20 év vagy 98-ig visszatekintve az egyik legjelentősebb beruházás a döntése a városnak, hogy egy ilyen iskolát alapít. Úgyhogy nagyon nagy a várakozás, és bízunk benne, hogy ez egy nagyon jó és nagyon sokat hozzá tud majd tenni ez az iskolához a Debrecenhez, amit elképzelünk akár 2030-ra, 2050-re. Az a szellemiség, amit képvisel, amit egyébként az öreg János úr korábban külföldi tapasztalatai alapján, skandináv tapasztalatok vagy arab térségekben is dolgozott, tehát sok nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, ami segíthet abban, hogy egy olyan szellemiség jöjjön Debrecenbe, ami akár ki is sugárzik ennek az iskolának a falain kívülre. Úgyhogy rendkívül nagy jelentősége van ennek az alapításnak. Nemzetközi iskola kapcsán a ellenzéknek a véleménye? Mi is támogattuk az kezdetektől fogva a nemzetközi iskolának a megvalósítását, de azért ez nem annyira egyértelmű kérdés számunkra. Az, hogy szükség van rá, az valóban
valóban egyértelmű. Elsősorban azoknak a cégvezetőknek és nagyon jól kereső külföldieknek, akik majd itt fognak dolgozni a különböző gyárakban, többek között például a BMW gyárban is, és nekik ez valóban nagyon fontos szempont lehetett Debrecen mellett. De azért Debrecennek azért egy kicsit rossz érzés, hogy gyakorlatilag ez a most alapított iskola Debrecen egyetlen iskolája mostanra, hiszen az állam államosította az összes többit. Szóval én annak örülnék, hogy visszakerülne az összes eddigi vagy régebben Debrecen kezelésében lévő általános iskola, középiskola valamilyen, akár középtávon a önkormányzat irányítása alá, de így legalább van egy iskolánk, mind a mellett, hogy azt is frakcióvezető úrral mind a ketten tudjuk, hogy ez nem volt egyszerű a magyar törvények mellett ezt átvinni, hogy egyáltalán egy önkormányzati cég egy saját iskolát alapíthasson, hiszen nagyon ez ellenhatnak sajnos a mai magyarországi törvények. De amit elmondott frakcióvezető úr, azzal egyébként egyetértek, hiszen nagyon hasznos lesz, nem csak abból a szempontból, hogy az itteni cégek vezetői, hiszen csak ezekről beszélünk, azért továbbra is mondom, azok tudják oda járatni a gyermekeiket óvodáskortól egészen a gimnázium végéig, hanem a környező városok, akár külföldről is, a környező külföldi országokból ide tudnak járni a gazdagabb gyerekek. Mert azért ezt le kell szögezni, hogy ez egy ilyen elitiskola lesz, ahol több milliós tandíjakról beszélünk fél évente. Szóval nem mindenki, közülünk nem mindenki fogja oda járatni a gyermekeit sajnos. Mind a mellett, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy mind a város részéről, mind a nemzetközi iskola részéről lesznek erre ösztöndíjak, de hát ez sajnos kevés gyereket fog érinteni. Még egy viszontválasz a témában, vagy majd folytatjuk, ha felépült. Azt gondolom, nagyon sokat fogunk még tudni erről beszélni. Igen. Holnap lerakjuk az alapkövet, és ez nagyon szurkolok, nagyon szurkolunk annak, hogy ez egy olyan iskola legyen, amit várunk tőle, és valóban tudjanak ott olyan gyerekek is tanulni, akik nem engedhetik meg maguknak. Ez része annak, hogy amiről az előbb beszéltem. Úgyhogy ez mindenképpen lesz, és ebben a városvezetés szándéka egyértelmű, hogy ez létrejöjjön. De ennek a részleteit majd akkor lehet megtudni, hogyha elindulnak a beiskolázások, és nagyon komoly üzleti tervet kell összerakni, hiszen ezt fenn is kell tartani, ezt az iskolát. Úgyhogy ez egy nagyon komoly felelősség, nem csak a beindítása, hanem aztán a üzemeltetése is. Na hát ezzel egészen biztosan fogunk még foglalkozni ennek a középiskola témával. Köszönöm szépen, hogy itt voltak azok. Köszönjük Mára. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a közügy, viszontlátásra!